Köszöntöm nézőnket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, Hol is vagyunk pontosan? Hát egészen pontosan a pártok házában vagyunk, és egy új irodában. Tudni, hogy a képviselőtestület döntött korábban arról, hogy egy non-profit Kft-t hoz létre, Karca Kincse néven, és ahhoz, hogy ez a Kft tudjon működni, ahhoz mindenképpen kell egy irodahelyiség. Ennek az avató ünnepségén vagyunk itt. Mi lesz a feladata ennek a Kft-nek? Hosszú távú terveink között ter szerepel, hogy az Erzsébet Ligetben a Sámán Dobon túl még egy olyan élményparkot hozzunk létre, ami a helyieknek a kikapcsolódási lehetőségét biztosítja, és ezen túl számítunk arra, hogy nagyon-nagyon sok vendég turista is ellátogat ennek apropóján a városunkba és hát ezen sok szervezési, működési feladattal jár a Nonprofit Kft-nek, ennek a gardírozása lesz a szerepe feladata. Akkor azt gondolom, hogy még sokszor fogunk beszélgetni, hiszen akkor most elindult, és ha olyan dolog történik, akkor visszatérünk rá. Hát ez így van, ez egy nagyon nagy feladat, és öröm, hogy egyre inkább elindulunk már az úton, hiszen a, a KFT megalakulásával, működésével is előrébb léptünk, de örömmel közölhetem, hogy nagyon-nagyon hogy szép tervek kezdenek kibontakozni a magáról a sámándobról, hogy folyamatosan mennek az egyeztetések, folyamatosan mennek a tervezési munkálatok, és én biztos vagyok abban, hogy rövidesen megkezdődnek majd a érdemi munkálatok is, hiszen nem akarjuk húzni, halasztani, minél hamarabb szeretnénk mi is látni, hogy hogy áll, mint áll ez az épület, és a környezetében elhelyezkedő más objektumok, ami még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon hiányzik ebből a városból, olyan dolgok lesznek elérhetők ott, azon a részen, amiért esetleg még máshova mennek mostanában a szórakozni vágyók, ez a probléma meg fog oldódni itt helyben. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget! Poik Zoltánnal beszélgetünk, ön sokaknak ismerős lehet Kalcagon, de régóta nem találkoztunk, már illetve hát rendezvényeken találkozunk. Kérem, mutatkozzon be néhány mondatban! Hát én Bólyi Zoltán vagyok, gyakorlatilag gyermekkoromat itt töltöttem, szüleim itt éltek nagyon hosszú ideig, és elkötelezett vagyok a város felé, mint pacióta. Ebben a vonatkozásban több esetben is megnyilvánultam, és nagyon nagy megtiszteltetés az önkormányzat részéről, hogy a feladatot, rám mérte, és ennek megfelelően próbálom a legjobb tudásom szerint elvégezni a munkámat. Karcagváros dicsőségére és a nagykúrság fővárosának előnyére. És önnek mi a feladata? A feladatom az, hogy a nagykúrság központjában felépülő kulturális központ, ami a helyi közösség kezdeményezéséből Indítatik, ennek az üzemeltetését, rentábilis működését biztosítsam. Jó munkát kívánunk önnek. Köszönjük szépen.